Nos, sziasztok srácok, én Ricsi vagyok, és a mai videóban a Factorio világába fogunk egy picit elmerülni. Szóval én régebben nagyon sokat játszottam ezzel a játékkal, és ezért van egy-kettő nagyon komoly, vagyis viszonylag komolyabb világom, és én nagyon nem értek ehhez a játékhoz. Nem fogott meg az, hogy videókat nézzek arra, hogy milyen is valójában ez a játék, szóval őszintén ez egy ilyen kis tanuló dolog szeretne lenni, ahol egy teljesen új játékot fogok létrehozni, egy teljesen új világot, ahol lehet, hogy fel fogok húzni igazándiból mindent maximumra, mert én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kis tanulós világ lesz, és szeretném azt, hogy egy picit így beletanulni ebbe a játékba, mert így sajnos soha nem volt arra, hogy is mondjam, így energiám, hogy én így megnézzem hát ezt az egészet, hogy hogyan működik ez az egész. Milyen ez a játék így valójában, meg ahogy így láttam a magyar, így hogy is mondjam, magyar közösségben ennek egy nagyon kis rétege van ennek a játéknak. Én ezt úgy vettem észre itt a magyar részen belül. Nagyon remélem, hogy nem hangos a játék, elvileg nem, mert ránéztem. Nos, én nagyjából vágom a játékot, szóval igazániból kezdjük is el. Kontrollal tudjuk kivenni a dolgokat, így is van. És hogyha minden igaz, akkor nekünk csak ezek a dolgaink lesznek itt. Megnyomjuk a... nem nyomunk meg semmit. Jó, igen, és fú, nagyon rég játszottam tényleg ezzel a játékkal, szóval sajnálom, hogyha itt picit rossz leszek. Nos, kicsit felnézünk, megnézzük, hogy miket tudunk itt először majd csinálni, majd ilyen gőzenergiát. Úr, igen, úristen, ez tényleg nagyon-nagyon az eleje, ez az egész. Fú, és itt volt egy ilyen tervrajzos téma, hogyha így, meg nem a tervrajz, valamit pedig emlékszem, hogy kivágás esetleg ez. Tényleg, bocsánat, itt mindenért, nagyon nem adja nekem még így ez az elején. Tényleg nagyon rég játszottam ezzel a játékkal, és tényleg nekem nagyon-nagyon új ez az egész. És nem tudom, hogy ez most miért nem tűnik kellene végre. Ja, igen, úristen, tényleg ezt kéne nézni, hogy ez csak köt hoz. Mindegy, szedjük ki ezt. Esetleg, hát ez is csak követ hoz. Na mindegy, szóval úgy gondoltam, hogy esetleg mint egy ilyen kis játékos, esetleg a ti, hogyha ennek lesz nézettsége, akkor biztosan fogom folytatni, és a ti segítségeteket azt nagyon-nagyon szívesen megfogadnám és elfogadnám, és örülnék, hogyha segítene is egy-kettő ember, mert tényleg a magyar közösséget így nem nagyon láttam, hogy lenne, vagy így van-e. Így nem nagyon néztem rá még így komolyabban, mármint erre a magyar közösségre, viszont azt meg tudom állapítani, és el tudom mondani, hogy nem igazán láttam. Egyébként az a 12 000 az nem tűnik nekem soknak, vagy ez csak ebbe az egy területbe? Aha. Jó, akkor így már mindjárt több. Na igen, szóval van egy-kettő világom, ahol azért eljutottam egy viszonylag magasabb szintre. És hát sajnos már itt muszáj a... Hú, ezt miért nem tudunk craftolni?
Ja, vasfogas kerék, akkor először nekünk a vasat kéne Ez termelni. itt. Ez itt ezért fog bányászni nekünk, igaz, így kell nekünk, és akkor egy darab szenet mondjuk be kéne rakni ebbe, és akkor jó, csináljuk ezt először, és akkor így biztosan lesz szenünk. Ugye ez egy nagyon praktikus dolog, hogyha kezditek a játékot, ezt azért teljesen, tényleg ez egy teljesen alap dolog. És akkor itt táplálják egymást, és akkor majd itt fog egyre feljebb menni a szén darabkáink. Na de, szóval, fú, tényleg nekünk mit kéne csinálni, mert tényleg most hirtelen nem nagyon jut eszembe. Ja, nekünk a szeneket kéne most innen kivenni. Ja, de ezt a kontrollal is rakhatnám, igaz? Vagy alt, altal, igen, alt. Na mindegy, és akkor ezt így kontrollal bele. Ő tudja kisütni ezt az egészet, de mondjuk kéne még innen szenecske, kivesszük az egészet, ide berakjuk, jó? Na, fú, tényleg, azt a mindent, szépen lassan, tényleg jó lesz ez. Ja, gőzgép, készíts 50 vaslemezt, és akkor megkapjuk a gőzgépet, hát már erre sem nagyon emlékeztem. Hol a gőzgép? Ja, hogy ez a kutatásban lesz majd, és akkor a vaslemezek fogják majd kiadni, jól van, értem így már, értem így már. Fú, tényleg sajnálom, nagyon, tényleg nagyon, nagyon elszoktam ettől a játéktól. És nekem ez nagyon furcsa ez az egész dolog még. Szóval tényleg, ha valamit nagyon rosszul csinálok, az ezért van. Ezt mondjuk így kéne rakni. Jó, rakjuk így őket. És akkor szén. Nem tudom, hogy kéne szétosztani. Hát nem így. Szóval még ezt is elfelezzük. Hoppá, ezt is elfelezzük. És ezt is. Azokba kéne tüzelőanyag. Hát az... Spawn nincsen, mindegy, addig szedünk és tanuljuk a játékot, mert hát muszáj, és nem fogjuk. Várjál, esetleg így, aha, jó, meg lesz az, meg lesz az. És akkor még, hát lehet, hogy inkább ezeket vissza kéne itt bontani. Úristen, mit művelek? Jaj, mindegy, jó lesz az. Akkor jöhet a szivattyú, vagy mi a szarom ez, ide a víz mentéhez. Ugye a szennyezést is kikapcsoltam, mert még nagyon az elején vagyunk, és akkor ja igen, itt már meg is kaptuk a dolgokat, az újakat, amiket tudunk majd csinálni, lehet, hogy kell még egy pár csődarab. Na és akkor én úgy emlékszem, hogy ide rakunk egy csövet, talán a kazán kell ide először.
nem lehet össze... akkor lehet, hogy nem is ez kell először, hanem a gőzgép. Várjunk csak, vagy lehet, hogy mit teljesen rosszul csinálom ezt az egészet. Igen, és akkor lehet, hogy most kéne ez, és akkor nekünk most a gőzgép, és nem lehet összekötni különböző folyadékokkal, az... hát az érdekes, mert itt valahogy itt össze kéne mókolni ezt az egészet. Csak én nem tudom, hogy még. Hát ez teljesen rossz. Nem, itt valami nem, pedig tudom, hogy kéne, de mégse. Mert, hát buta vagyok én ehhez, most jelen esetben. Ja, ó, hát ott volt, ott van rajta, hogy oda jön be a gőz, akkor ezt így rakjuk, tehát akkor ezt most fogjuk majd jól csinálni, mert igazából vak voltam, és akkor ez így jön, és akkor ő pedig ezt már elvileg föl fogja tudni használni. Nagyon jó, nagyon király, és akkor ebbe kell már majd csak szenet szállítanunk, amit majd futószalagokkal kell megoldanunk, viszont ezt építsük már át ennek az oldalára, mert ez úgy csak kényelmesebb lenne, hogy úgy haladni az egésszel, akkor jött a gőzgép, és akkor igen, csak valahogy ezt máshogy kellene csinálni, mert nem emlékszem pontosan, mert ugye ez egy ilyen nagy, egy ilyen rohadt nagyjá ki lehet bővíteni, amit majd erre meg is fogunk tenni majd a későbbiekben. Jó, és akkor ezt a manipulátorosat azt ugyanúgy megcsináljuk itt, csak annyi, hogy kevesebbet kell ugye menni. Itt talán jók leszünk, oké, és akkor most eleinte ebbe rakunk szenet. Ez dolgozik, és hogyha minden igaz, és jól csináltuk, akkor nekünk ide egy villanyoszlopot kéne rakni, és jó lenne. És így van, viszont ezt a villanyoszlopot inkább átrakjuk oda. Oké, és mennyit használ? Elérhető teljesítmény ugye 900 watt. Viszont ez még ugye ez úgy működik nekünk, hogy 100%-on ugye itt van és egy ilyen, és itt valahol meg tudjuk nézni a valami, pedig emlékszem, hogy valahol meg tudnánk nézni egy gőz, hát én itt most, ja igen, itt a fogyasztásnál ugye semmit nem fogyasztunk még, viszont hogyha lecraftolunk egy jó pár villanyoszlopot, amiből szerintem egyébként ennyi elég, akkor jók leszünk. Ú, de messzire elér. Jó. Így. Nagyon szép. Nagyon szép. Nos srácok, ez a rész már így is hosszúra sikeredett, úgyhogy hát köszönöm szépen a figyelmeteket, és nem sokára találkozunk a következő videóban. Sziasztok!